A nyári szünetben alaposan átalakult a tarpaiak játékos kerete, sok labdarúgó távozott. Helyükre olyan nyerő típusú futballistákat igyekeztek igazolni a vezetők, akik segíteni tudják a helyi focisuliban nevelkedő fiatalok fejlődését. Alapcélként a biztos bennmaradás kiharcolását tűzték ki, valójában azonban a középmezőny elejét célozta meg a Márton István által irányított együttes. Ehhez képest a bajnokság első felét a negyedik helyen az Éllovas Nagyhalásztól mindössze 4 ponttal lemaradva zárta a tarpa. Rengeteg összetevője van ennek, sokan nem bíztak bennünk, de szerencsére a közvetlen környezet az nagyon fontos volt ehhez. Itt szeretném megköszönni a vezetőségnek a munkáját. Sokszor volt úgy, hogy kisegítettek engem a polgármester szavaival idézve az én irodalmi stílusomat. Ők lefordították a csapat nyelvére, és kicsit keményebben mondták el azt, amit én szeretnék kérni. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan társaság alakult ki, ami egyben volt nem csak a pályán, hanem pályán kívül is, és ehhez kellett az a nyugodt háttér, ami segített minket az egész őszi szezonban. Bár az edző elégedett a csapat őszi szezonban nyújtott teljesítményével, voltak olyan meccsek, amelyek után maradt benne hiányérzet. Igaz, több mérkőzés után állhatott fel elégedetten a kispadról Márton István. Negatív értelemben talán a Csenger meccs lenne az, amit kiemelnék. Nem azért, mert nem volt megérdemelt a hazai csapat győzelme, hanem azért, mert abban a meccsben több lehetett volna, hogyha fel tudunk állni. Sajnos ez a megyei osztály szépsége, hátránya, hogyha egyszerre nem játszik 2-3 meghatározó játékos. Nálunk ezen a meccsen volt a Törtei Illés, akik nem tudtak, ez nekünk nagyon meghatározta a szereplésünket. Abban a meccsben volt több, és a hazai Nyírt Gyula elleni vereségünkben, ami rontott az összképen, azon kívül az összes hazai mérkőzésünket megnyertük. Abban talán több lett volna, de én utólag is azt mondom, hogy abba csúnyán belenyúltak. Volt a fehér gyarmat, amikor hazai pályán 10 emberrel tudtuk megnyerni hátrányból a mérkőzést, azon kívül olyan csapatok ellen, akik ott vannak a táblázat elején, a Nagyhalász, utána a Mándok, aki az utánunk következő mérkőzés után 10 meccsen maradt veretlen. Tehát voltak olyan mérkőzéseink, voltak olyan hazai mérkőzések, amikor villanyfényben ezt az ellenfél edzői és játékosai is elmondták, hogy NB3-as színvonalnak megfelelő mérkőzés, feldobták az egész hangulatot. Úgyhogy volt több mérkőzés, amit ki tudnék emelni, de összességében elégedett vagyok. A téli szünetben nem terveznek jelentős változásokat tarpán. A játékosok január 8-án találkoznak először, a rávezető hét után 14-én kezdődik majd az igazi felkészülés.